Magyarország térképén helyezte el a tájegységek nevét ez a fiatal fiú. Fuvarozó szeretne lenni, ehhez a szakmához pedig nélkülözhetetlen, hogy jól ismeri az országot. Ki kellett találni, hogy mivel szállítanak mit. A cukrász szakmával ismerkedett ez a két lány. Egyikőjük azt mondta, kislánykora óta érdekli a cukrászkodás, mert a családjában többeknek is ez a szakmájuk. Nagyon érdekel minket ez a szakma, és nagyon tetszik. A szakmák éjszakájához kapcsolódó programsorozat Szekszárdon idén először már kora délután elkezdődött. A Szekszárdi Szakképzési Centrum 4 helyi tagintézménye és az iskolák társszervei a város piac terén várták a megye általános iskoláiból érkező diákokat. 4 iskolában vagyunk Szekszárdon, és 10 iskolában összesen a megyében. Hát, hogyha össze akarom számolni, akkor közel 150 féle szakképesítés szakmát tudunk oktatni, és oktatunk is, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, mert ebben nem csak a kicsiknek a 14-21 éves korosztálynak, vagy 22 éves korosztálynak a képzése zajlik, hanem a felnőttek oktatása és képzése is. A szakmák éjszakája országos programsorozat célja, hogy a gyerekek testközelből ismerkedhessenek meg a szakképzőiskolák és a szakgimnáziumok által kínált képzés. Tolna megyében a programok pénteken késő délutántól kezdve éjszakáig tartanak majd. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Tamási, Bonyhádi, Dombóvár és Dunaföldvári tagintézményeiben este 10 óráig várják a diákokat.